valahova most is utazom. Szerintetek melyik abból a táblából? Kezdjük el, és meglátjuk. Megérkeztünk, és talán már láthattátok, hogy hol vagyunk. Egy ilyen nagyon kényelmes kis autóval mehetünk vízbe készítve. Annyira jó fej a konferenciát, ugyanis egy konferenciára jöttünk, és egy évvel ezelőtt ugyanebben voltam, Spark Me-nek hívják, hogyha nem láttátok azt az epizódot, akkor itt nézzétek meg. És még teljes koncepcióm nincsen, ugyanis mindig olyan érdekesek az előadások, inkább megmutatnám nektek, hogy milyen az egész feeling, illetve a másik dolog, amit megmutatnék nektek, hogy amikor meghallgattam az előadásokat, és tetszett, ami van egy olyan gondolat, akkor arról mindig fogok beszélni. Most viszont induljunk el, és nézzük meg, hogy milyen a hotel, meg maga a konferencia. Do you know what's written on the back? Yeah. You do? Marina, you had one job! One job, Marina! Okay. Most az első nap az ebédszünet után vagyunk, és volt már nagyon király előadás. Gondoltam, hogy elmondom nektek azt, amiket jegyzeteltem, azért is van a kezemben a telefon. Az első előadónkat Peter Shankmannek hívják, és egy olyan oldalnak az alapítója, amit én használtam, és ez nem is esett le, amikor néztem, hogy kik lesznek itt. Az a neve, hogy Help a Reporter Out, és megint az, hogy nem egy ötlete volt, hanem abból a valós élet szenárióból, amiben ő belekerült, abból építette ki, ugyanis nagyon sok médiával dolgozott együtt, el is mondom mindjárt, hogy miért. És a lényeg, hogy rengetegen kérték és keresték meg őt, hogy figyelj, írok egy cikket, tehát amikor mondjuk van egy újságíró, és ír egy cikket, és arról a cikk kapcsán kéne egy szakértő, és hogy összetudja kötni az újságírót, az adott szakértő az adott témának a szakértőjével. És képzeljétek el, hogy olyan sokan keresték meg, hogy rájött, hogy erre felépíthetne egy egész szolgáltatást, egy céget, és ez lett a Help a Reporter Out, amit azt hiszem 4 vagy 5 év alatt el is adott, és ami nagyon durva, hogyha bármilyen marketinggel vagy mondjuk e-mail hírlevél küldéssel foglalkoztok, ha már 10% felett van a feliratkozóknak a e-mail megnyitási száma, akkor az már nagyon jó. Most neki 75% felett volt. Miért? Mert mindenki, aki feliratkozott, valamit várt, valamit szeretett volna, és semmilyen bullshit, semmilyen extra nem volt benne, a legegyszerűbben annyi volt benne, hogy ezek a médiumok ilyen szakértőket keresnek, konkrétan erre a kérdésre keresik a választ, és hogyha te mondjuk szakértőként szeretnél volna kiemelkedni a tömegből, akkor lehet, hogy a New York Times, ugye ez egy nemzetközi cég, tehát leginkább angolul működött, mondjuk a New York Times-ban is megjelenhettél, mint szakértő, hogyha olyan választ adtál, tehát a tartalmad jó. Na és Peter Shankman például azt mondja, hogy nem irányíthatod a cégedet és a célközönségedet együtt, hanem ez úgy néz ki, hogy a célközönséged irányítja a cégedet, amit ők mondanak róla. És hogy visszaugorjunk, hogy mondjuk honnan jött neki ez a tapasztalása, még amikor egyáltalán nem volt befutva, nem volt ismert, ez a 90-es évek, és olyan megjelent a Titanic, amiben Leonardo DiCaprio játszott, és nyilván óriási siker lett, tudjuk, hogy mekkora a nagy kultikus film lett a Titanic, és tudtuk, hogy mi a vége. És csinált egy olyan, New Yorkban él, Amerikában, és csinált egy olyan pólót, hogy it will sink, get over it. Tehát, hogy el fog süllyedni, fogadd el. És kiment New York utcáin árulni, és egy olyan hype került rá, hogy kb. Ilyen, nem tudom, nyomtatott 100 vagy 500 darab pólót, és egy éjszaka alatt el tudta adni őket,
És ezt valahogy megtudta egy riporter, egy újságíró, csinált vele egy interjút, és aztán megjelent az egyik legnagyobb ilyen amerikai akkori online portálon, és felhívták a webtárhely szolgáltatója, hogy olyan, mondjuk így poénkodta el, hogy figyelj, általában szokták kapni mondjuk egy pár tucat, vagy mondjuk egy 100 letöltést az oldalra, 100 látogatót, és az általában amúgy ő maga szokott lenni, amikor megnézem, most ehhez képest kapott 35 ezret, és hogy mi a fene történt, ez ugye a 90-es évek, tehát nem volt ilyen felkészült infrastruktúra, és hát ennyit ért az, hogy valami, ami éppen nagyon mozgott a köztudatba, ugye a Titanic mint film, arra ráépült egy geggel, és rengeteg, több száz média lehozta, és a végén nagyon sok ezer, vagy talán több tízezer pólót adott el, és ezzel tudott berobbanni. Aztán egy másik előadó, Julius Dan volt, aki egy bűvész, egy mágus, és ezt összekombinálta ilyen poén videókkal. Mutatok párat, ami vicces. Yo, you wanna see a magic trick? Watch the headphones. All around me are... Na hát ez a csávó, és igazából ő a bűvészkedésben már kisgyerekkorában 7-8 évesen beleszeretett, és amikor jött a social media, YouTube, Facebook, meg minden ilyen, akkor ezt olyan szintre üzte, hogy portrémódban, mert ugye így nézzük a videókat, hogyha mobilozunk, azokon kezdett el gyártani dolgokat, ilyen formátumban, és teljesen egyszerűen nem profi felszereléssel, hanem tényleg telefonnal vette fel, és az emberek reakcióit London utcáin, és ő volt az első, aki ezeket a prankeket összetett, az ilyen kis szivatásokat, meghökkentéseket a bűvész dolgokkal összekombinálta, és hát baromira befutott, és tudta, hogy jó a tartalom, de nem volt meg a disztribúció, tehát hogy érje el az embereket. Ugyanolyan jók voltak a régi videói is, meg olyan találékony poénos, de nem tudta elérni az embereket, és megmutatta, konkrétan megmutatta a statisztikákat, meg az e-maileket, illetve nem e-mail volt, hanem az a trükk, amit mondott, most figyeltek, hogy Facebook oldalakat keresett meg, és nagy látogatottságú Facebook oldalaknak mondta, hogy figyelj, itt van egy tartalmam, az emberek szeretik, akik engem követnek, megosztanátok-e? És a 150-edik osztotta meg először, és ez az, ami elindított egy ilyen hógolyó effektust, és azt tudjátok erről a csávóról, hogy több mint 40 millió feliratkozója van a különböző csatornáim, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube-on, és vannak olyan videói, amit több száz milliószor néztek meg, tehát valamit tudhat a srác. A titok, amit elmondott, hogy igazából mindig egy lépéssel előre menjünk, és amire reagál a közönség, arra kezdjünk el tartalmat csinálni, és nézzük meg, hogy ki hogy osztaná meg. A tartalom kapcsán pedig egy másik trükk, és ugyanezt csinálja Gary Vee is például, meg azóta nagyon sokan, hogy nem egy témát dolgozza, mint ahogy most én néztek egy vlogomat, és ez egy téma, hanem úgynevezett compilation-t csinál, ami azt jelenti, hogy összeállítást, tehát mondjuk van egy téma, elkezdett utazni a világba, és az volt az egyik ilyen virális videója, hogy hogyan szedjünk fel csajokat bűvésztrükkökkel, és ez különböző országokban. Na most ezt kinézi meg, nyilván az, akit érdekel a bűvésztrükk, vagy az, hogy csajozzunk, vagy szereti az utazást, mondjuk Olaszországot. És ezekkel kezdett el befutni, aztán elkezdték Instagramban híresebb emberek bekövetni, és Drake, a zenész meghívta az egyik buliára, ahol ott csinált vele egy trükköt, azt is felvette videóra, és csak ez az egy trükk, hogy a Drake-kel megcsinált egy bűvészmutatványt, ez hozott neki 1 millió plusz követőt a social csatornáin. Zseni gondolat. Innen gondolok elköszönni, itt vagyok már Podgoricában, hajnalban a reptéren. Ez a vlog eredetileg koncepció nélkül indult, viszont úgy gondolom, hogy jó volt, hogy egy ilyen go with the flow állapot és azt, amit tapasztaltam a konferencián, megosztottam veletek. Hogyha van bármilyen gondolatok, meg viszont, hogyha megosztjátok, és tudjátok, ha most találkoztunk először, akkor miért tudnátok, ha most találkoztunk először, szóval iratkozzatok fel a csatornára, menjetek át Instagramra, ott is kövessetek be, és köszönöm szépen, hogy néztetek. Sziasztok!